Igen, sáp! Itt meg mi folyik? Hát egy szülinapi! Buhi! Nem adtam rá engedélyt. Tényleg? Mert kiadákon vagy te? Nos, Preston Lloyd vagyok, a sörgyár új igazgatója, a maga főnöke. Ez most tuti? Igen. Az a dolgom, hogy növeljem a termelékenységet. Teljesen világos, hogy az lesz a legjobb, ha már is betiltom a születésnapokat. Ettől a perctől fogva. Nem tudom, hogy kell megállni ezzel a szarral. Várjon, amíg elfogy a lendület. Hogy mi? De Mr. Lloyd nem tilthatja be a szülinapozást. Mindenki imádja. Ha ilyen fontos a dolgozóknak, legyen. Hurrá! Én veszem át. Oh. Figyelem, kollégák, Mr. Lloyd vagyok, a főnökük. Ezennel folytatódik a mai születésnapi ünnepség. Helen Daly született 1968. december 10. Martin Burke született 1969. december 13. N.J. Krisztus december 25. 0000. 2 percet kapnak tortafogyasztásra. Ez a fa majdnem belerokkant, hogy a nap felé nőhessen. Egyébként Joe vagyok, ritkán van saját bejátszásom. Mász fel ide és köst fel magad! Na hát, ugye milyen jó lenne néha érteni a madarak beszédét? Minden szülinaposnak szeretnék sok boldogságot kívánni! Mai fellépünk a Beatles! 1, 2, 3, gyerünk! A videót a YouTube eltávolította. A főnök! És íme a körút utolsó állomása. Ez milyen szoba? Ah, csak egy régi tárgyaló, ami már senkit nem érdekel. Akkor úgy gondolom, engem sem érdekel igazán. Akkor fellázzuk ezt a bulit! Kész. Egy élet eredményei törékeny keretekben. Mi az ördög? Mr. Lloyd! Mi a fene folyik itt? Már megmondtam, hogy megtiltom a születésnapokat, és nagyon szókimondó voltam. Hogy maga rapper? Mr. Griffin, nincs más választásom. Ki van rúgva? Ki rúg? De fizut azért még kapok, nem? Nem. Hát, akkor elbúcsúzom a biztonsági őröktől, akiknek sosem tudtam a nevét. Viszlát, Góri! Minden jót, fővezérem! Csővász, csávókám! Ég veled, Francesca Luisa Alessandro! Üdvözlöm meg Seth Samuelt és a húgodat Eloist! Sok sikert az esti sulihoz! Ja, az Instán becenevet használsz, az Istennek sem talállak! Talán még visszavesznek lötyögő cipős revütáncosnak. Cipő! Cipő! Ne adjunk neki kisebb cipőket. Tök mindegy, vajazza a lábát. Stewie, reggeli! Korán. Mikor hozták ide ezt a szaftos cupákot? Szólíts Krisznek! Majd akkor lesz nevet, ha adok egyet. Túl hamvas vagy te még egy ilyen helyhez. Kell egy barát. Valaki, aki képes megvédeni. Lehetek a barátod? Nem kell más, csak egy golyóstoll és egy gyújtó. Miért? Hogy horog keresztet égethess a seggembe? Így elkúrod a meglepit, te pöcshorrú! Ki az ász? A madár. A madár az ász. Üdv a szomjas kágyillóban. Nos, mit adhatok, uraim? Töltsön 2 pohárral az új divatúból. Egy lányt keresünk, elvileg járt már itt. Emlékszik rá? Harangoztak neki? Senki nem tudja, mi történt vele.
Még a főnöke, gatya atya sem. Gatya atya, mondok valamit, az a pap egy simlis alak. Mikor az alkoholtilalomról szavaztak a városházán, csalt, hogy a tilalompártiak győzzenek. Én mondom, valami bűzlik a templomban, és nem nyugszom, amíg a végére nem járok. Oké, veled tartok. A napokban két fekete lány is eltűnt, esetleg utána nézhetnének. Hát tudja, most rengeteg a dolgom, meg itt ez a munka. Az atyával és ésszel sem volt szerencsém. Már abban sem hittem, hogy az apáca eltűnt. És akkor megjelent egy fura páros. A Christielli sikátorban voltunk, a város legtágabb sikátorában. Szevasz, Mac! Vicces, hogy itt futunk össze. Na hát, fasz és szopó, személyesen! Hallom, egy apáca eltűnése miatt nyomozol. Nem akartam felborzolni a kedélyeket. Megint! Régen több veszed volt ennél. Mielőtt kirúgtak a hekusoktól, tudtad, mi a dörgés. De most így jártál. Szerencsére megúsztam egy figyelmeztetéssel. Az árnyékom nem volt ilyen mázlista. A zsaru haverom azt mondta, húzzam meg magam. Kezdtem úgy érezni, hogy jó tanács volt. Aztán megjött a hír, amitől tartottam. Halló? Az amerikai fater kapott további 3 évadot? Bassza meg, mikor pihenhetek végre? Aztán kaptam még egy hírt. Megtalálták Megan nővért. Hát egy valami biztos. Gyilkos cápával van dolgunk. Strandokat lezárni. Kislány, csak 3 whiskyt ívott és 5 cigit szívott el. Nyomasztja valami? Nem is tudom. Nagyon lesokkolt, hogy ekkora trágyadomba kocsia. Ne csinálja már, az csak barna is kész. Akkor van tüze? Nagyon tüzes vagyok, de nincs, akit megpörköljek. Én talán segíthetem. Maga rajtam? Megégetné magát. Van nálam hűsítmény. Maga hozza a krémet, én adom a brémet. Nagyon gyors az észjárása, Mr. Bukma. Ha jól tudom, magának pedig rába. Nem tagadom, vezető táncos voltam a diótörőben. Balettot csináltak az ex-nejemből? A válás még új dolog volt, és én vicceltem bele először. Különben atyám, most magának kell meggyónnia a bűneit, mert megölte Megan nővért. Az igazság! Fájdalmas, papuskám! Mi a hede? Ne mozdulj! Ész! Hála az égnek! Valaki leszúrta az atyát, és arra menekült! Közben a zsebembe tömte az atya összes cukorkáját! Jó kis sztori, Mac! Bejelentést kaptunk, hogy egy testes alakot láttak a templomnál egy késsel, és éppen akkor, amikor megjött az apácagyilkosság ballisztikai vizsgálatának eredménye. A te fegyvereddel ölték meg! Mi? Csak nem gondolom... Sajnálom, de most velem kell jönnöd! Vasizni viszel? Nem, Mac! Vigyétek! Ne már ész, nem vághatsz be a sitre, a kóterbe, a kalickába, a bőribe! Vegyétek el a szinonima szótárat! Mi? Az még kell! Nagyon fontos! Szóval, érted? Nagyon fontos! Felnőtt méretűt kulázok, de gyerekseggem van! Szerintem belehalok! Hát, szerintem Louis úgy érzi, hogy az az új lány fenyegeti a helyzetét, én mondom nektek! Gyere, kikefélem a bundádat és megbeszéljük! Oké, most lebuktál, kislány. Ez a trükk a gyerekeknél beválhat, de számomra igazán fontos Lois sorsa. És hidd el, Alana, ha kell, tudok goromba lenni. Brian, olyan édes vagy. Tetszik, hogy kiállsz Lois mellett, de hiszen tudjuk, hogy vajból van a szíved. És ha néha goromba is lennél velem, akkor is szeretnélek. Jó, hát tényleg? Vigyázz, csak túlzásba ne vidd! Takarodj! Yeah! This is true. Let no one deny it. I'll want you. Till I'm still and quiet when my friends carry me across the hill. I'll still be loving, turtle loving, still be loving you. No, hát, micsoda torok? Brian kezdeti kétei ellenére Alana 19 amerikai klasszikust énekelte vele, Brian elveszett. Alana teljes győzelmet aratott a családunk felett. Lois tudta, hogy kénytelen lesz a saját kezébe venni az ügyet. Ez meg mi? Újabb, divatosabb? Mi van itt? Ezek csak kötelet és hullaságot árulnak el? Ajaj!
Nézzétek, anya írt nekünk valamit. Kedves családom, úgy döntöttem, lelépek és beállok leszbikusnak. Mi? Ilyet tényleg lehet? Pater, mi a franc történt? Az én hibám. A zsíros testem miatt nem lehetek felül. Mindenki annyira kiborult, hogy észre sem vettük, hogy Alana a zongoránál Louis sorait gyakorolta a főcímdalból. A tévében már nincs semmi más, csak szex meg bűn, ez lett a szórakozás. Hogy tátva marad a száj. Ne várjanak! Igen? Kérem, ne hagyják, hogy egy fehér nő podcastet készítsen az eltűnésemről! Gyerekek, most, hogy anyátok elment, készüljetek fel rá, hogy körbe lesz slagolva a padló a WC körül. Ha lenne igazság, egy apa sem kerülhetne ilyen helyzetbe az életben! Szerintem nem fogjátok fel, mekkora veszteség ért minket. Ó, én nagyon is felfogtam, Brian. Lois egy angyal volt, a lelki társam. Soha nem volt, és nem lesz olyan nő, mint ő. Nekem nem. Ő pótolhatatlan. Figyelj csak, apa, mi lesz a vacsora? Azért gyűltünk ma össze gyanúsan hirtelen, hogy megünnepeljük Peter és Alana Frigyét. Nos, előtte még annyit mondanék, hogy... Igen, én vagyok a YouTube-os pap, aki gitározik. Az a laza pap... A Twitch-en is megtalálnak, ahol Fortnite-ozom. Nos, ha jól tudom, Peter saját fogadalmat írt. Az meg ne! Igen, így van. És nyilván nem ugyanazt akarom előadni, amit Loisnak mondtam még a 90-es évek végén. Drága Lois, garapá! Életem szerelme vagy, blablabla, együnk végre. Ha senki nem tud olyan okot, ami meggátolhatná el Szent Frigyet ezennel... Ez a nő először ellopta az életemet, hogy megölessen, és jó Isten, maga a gitáros pap. Jaj, nekem csak ezt ne. Éppen ezt akartam elkerülni. Na jó, ki ismeri a Jumpert? Ezek nagyon súlyos vádak, Lois. Van mentséged, Alana? Én sajnálom, Lois, de nagyon irigyeltem az életedet. Miss Fitzgerald, letartóztatom. Mozgás, most szépen velem jön. Ez volt a kedvenc őrizett bevételem! Elítélt! Elkésik a kötéstanfolyamról! Kötéstanfolyam? Melyik módszer? Az összes, gondolom. Cseréljük helyet! Cseréljük helyet! Megjöttem a táborból! Hiányoztál? Meg a göncéidben fangál! Nagyfiam! Milyen volt az abos indián tábor? Át kellett nevezniük részbőrű táborra, aztán rögtön másnap Washington foci csapat táborra. De amúgy marha jó volt! Lett egy barátnőm! Baromi szexi csaj, és nagyon szélsőséges politikai nézetei vannak, de nyilván főleg, mert olyan szexi, úgy döntöttünk, hogy együtt maradunk. A fiamnak barátnője van? Jaj, Krisz, ez fantasztikus! Köcsök, Doug! Doug is Chewy, Doug is Chewy. Sok sütit a zsíros undi. Na persze, mi mit nem. Ó, te vettél egy futópadot? Egy női fitness centerből van, úgyis egész nap csak fetrengenek. Brian, segíts! Peter, mégis mi szükség van ehhez a gerenda keresőre? Bip, bip, bip. Gerenda van a gatyámban. Jó, nem bírom a zsírgépet, de amikor ilyen ez, most komolyan ez, én ezt csípem. Elég volt, Peter, hívok egy ezermestert. Jó! Valami baj van? Egy pencés jövök, rendben, Jimmy? Mi a búbánatos halált csinálsz? Megmutatom neki, hogy nekem van a legszexibb és leghosszabb lábam a házban. Ez itt anyabulia meg! De hát hogy képzeled ezt? Na és apa? Jimmy az enyém. Figyelj! Apád nincs itt, és fel kell töltenem a maszturbankot. Csak egyetlen ölelést akarok egy sekparcsimogatos nyakszaglással, és 6 évig megleszek! Ezt felejtsd el, vénasszony! Megfigyelmeztetlek, ha nem állsz félre, én kinyúvasztalak! Úgy sem merné te!
Jól vagyok. Hála az égnek. Tehát ez... És maga kiköpött Jamie. Jamie az ikertestvérem volt. Őszinte részvétem. Ugye maga is ezen mester? Nem, belső combmasször vagyok, a 40-es anyák a szakterülete. Hadd öleljem meg. Floridában, és éppen indulok is vissza. Igazán örültem. Bocs, haver, hármasban nehézkes lenne utazni. Mindenkit üdvözlünk az éves nyári kerti partin. Egyetek, igyatok! Igen! Na végre, kipróbálom a vizes csúszdát. Tuti, ez egy kész rémálom a sok rejtett kavics és bukkanó miatt. Tényleg? Mert a multikulti kölykök a dobozon jól szórakoznak. Szia! Hola! Igazi gyerek vagyok, csak elátkozott egy banya! Na jó, Bri, figyelj és tanulj! De buni! Ne, nyilvános megaláztatás! Nem vagy te véletlenül amcsi szenátor? Jó poén volt! Állj csak ide a grillhez a többi kedvencem közé! Urak, bármiről megy a vita, zárják le, mielőtt kijönnének a farmra. Lezárjuk! Mondja a farmra, muszáj farmer cuccban mennünk! Ezt is zárjuk le. Anyám, tényleg királyhely! Hát elég menő! Jó, ilyen a ló, ilyet már láttam! Reggelt, uraim! Polgármester úr, megkaphatom a jégautomatától legtávolabb eső szobát? Jégautomata? Ezért nem akarok a közelében lenni. Azt hiszem, félreértettük egymást, Pajtik. Ez nem egy szálló. Itt dolgozni fognak. Napközben feladatokat végeznek, éjjel a pajtában alszol. Azt hiszem, nyaralni fogunk. Ja, úgy volt, hogy bulis lesz, mint a Vadnyugat fiai Kiefer Sutherlanddel és Lou Diamond Tefállal. Sajnálom, de egy szállón nem fogják felébreszteni az alvó oroszlánt. Tessék, a kalapjuk. A saját cowboy kalapom? Fájdalomcsillapító menstruációs görcsökre. Ó, Rupert, hűtőpárnát akarok, kétet akarom, liót akarom és fagyit akarok, és egy szót sem akarok hallani tőled. Szia, Stewie! Szia, Bri. Na, kiébredt a vörös hajnalra? Mi? Tudod, megjött a Mikulás, öregem. Fújd le a vadászatot a vörös októberre, mert megvan. Vörös ötös, szárnyak a támadó alakzatba. Hülyeségeket zagyvál, Stewie. Mondja a pasi, megjött a vérzésem. Olyan minden, mint a lift a ragyogásban. Kiáradt a vörös folyó, és John Wayne majdnem belefulladt hűparipájával együtt. Aha, veszélyesen közel járunk egy Will és Grace epizódhoz, de ha tényleg vérzel, Stewie, akkor biztosan megsérültél azon a hülye csúszdán. Ó, igen, oké, de ha nem menstruálok, akkor mégis miért iszom herbateát egy nagy füretlen agyakbögréből, te nagyon. Stewie, hidd el, a fiúk nem menstruálnak. 2022 van, ma már nem léteznek fiúk, és lányok sem, csak egy rakás nem bináris pufi ember, akit elkényeztetnek az álszent és felvilágosult szüleik. Az aktivizmus kiberül nálunk az instás szignározásban. Ha Martin Luther King visszajönne, és látná, mit művelnek a nevében, egyfolytában okádna. Lehet, hogy tényleg menstruálsz? Na hát, el sem hiszem, hogy tényleg marhákat terelünk. Én sem, gondolj bele, cowboyok vagyunk. Csak nyugalom, maguk még nem cowboyok, majd ha már engem is lepipálnak. Egy gimis haverom saját magát pipálta le, mindig az öltöző padlóján csinálta, mi meg csak Peter, a marha választ cowboyt. Baszki, az a medve jól elintézett. Igen, de legalább mind jól vagyunk. Ügyes vagy, Joe, pozitív maradtál. Ezért vagy a csoport vezére. Pillanat, hol van a kalapom? Talán elvitte a maci? Ki a faszt érdekel? Mi volt ez, Joe? Mindig azt hittem, hogy te vagy a vezérünk. Bazd meg! Ne aggódj, Peter, segítünk! Húrjá! Szép munka! A nyakát lasszóztam, hogy recskázhasson egyet! Add vissza a kalapomat, te bundás baromarc! Szép volt, emberek, ezzel bizonyítottak.
Sajnálom, hogy a bolondját járattam magukkal, de elkelt egy kis noszogatás, hogy magukra találjanak. Tessék, Peter, kiérdemelte. Közpolgármester úr, mindig ebben a kalapban járok majd. Peter, az a helyzet, hogy a kalap választ majd. Megjött Bunny és Donna, indulnom kell. Hova? A polgármester nőket is fogad a farmján, hogy visszanyerhessék a nőiességüket. Hölgyeim! Ki adta a Samuel French társaság? New York. A kiadás? Jogvédett. MCMLXX. Strókod van? Nem, a Romeo és Júliát olvasom. Lesz egy előadás, és Júliát az a lány játsza, aki nagyon tetszik. Én akarom játszani Romeót. Mert smárolnak. Figyelj, Krisz, a színészet nem könnyű. Én segíthetek neked. Látod ezt, haver? Csál, egymás szék. Lábak keresztben, kezek a térdre kulcsolva. Figyelek is, jelen vagyok. Tudod, mit jelent ez? Langyi vagy? Színész tanár, igen. Ez már döfi. Kocincsunk. Azt csináljuk, amit mindig, de most egy másik helyen. Griffin, tudtam, hogy egy bárban találom. Ez most felbőszített. De azért mutasson be a barátainak, hiszen úgy illendő. Ja, persze, Kegmeyer Cleveland Joe. Megnézi velünk Sebastian Maniscalót a csillagporteremben? Ő az a humorista, aki minden fotóján retteg a tésztától. Nem. Tudja, leköt, hogy megmentsem a cégünket. Menjen haza, nem veszem hasznát, és a vállalat sem. Semmit nem fog elérni a munkája során. Ó, tényleg? Maga meg semmit nem ér el az életben. Nem tud barátkozni, sem szórakozni, meg sem kóstolta a sört, amit árul. Én legalább tudom, mitől különleges. Igaza lehet. Sosem értettem, mi olyan vonzó benne. Hát kóstolja meg! Ha megpróbálsz kitúrni a rendezői székből, azt ajánlom, hogy... valaki válaszolt a Farmer Randin, egy ohiói nő meg akarja mutatni nekem az áttetsző pink blúzát. Oké, te rendezel. Nagyon szeretek veled dolgozni, Heather. Én is élvezem. Mellesleg, ha szeretnél igazából is megcsókolni, nincs ellenemre. Mindenki a helyére, színészetet lássak, oké? Vége az amatőrködésnek. Ó, Romeo! Nem hittem el újra. Ó, Romeo! Ne ripacskodj! Ó, Romeo! Érjünk ebben! Ó, Romeo! Hozzatok egy kortyvizet a kolleginának, úgy hallom, egy kissé... száraz. Dögölj meg, kilépek! Túl szép és gazdag vagyok a seggfejekhez! Végre megcsókolhattam volna egy szép és kedves lányt! Elnyerte a szívemet, és én az övét! Miért tapossa el mindig valami sötét erő a szerelem pislákoló zsarátnokát? Emberek, végre meg van Rómeunk! Kösz, Stewie. De ki lesz a Júliánk? Gond egyszer se. A Rose Chris és Stewie Griffin és Shepard és Baz Luhrmann féle Rómeó Júliában William Shakespeare-től. Mi volt a kérdés? Fogalmam sincs róla. Köszönöm, hogy hitt bennem, Preston. Mondja, ki jön velem a mólóra vízi hullákat bámulni? Nagyon szívesen. Ott van egy! Az a sirály aztán nem kibéli! Neki se keze, se lába, törzsvendék lehet! Ki intézte el, oroszok? Ez az ő módszerük. Miért ilyen dagadt az összes hulla? Mert megszívták magukat vízzel. Én is azért vagyok ilyen? Mert sok víz van bennem? Nem, Peter. Maga betegesen elhízott. Nem ismer önuralmat. Ha nem változtat, idő előtt el fog halálozni. Jaj, nézze, egy nő! Igen, Peter, ahogy mondja. Így, egy csókkal halok meg. Jaj, ne! Romeo halott! Így nem lehet igényme a Rose Chris éttermek pénteki kettőt egy áron akcióját. Megcsinálta. A kis rohadék megcsinálta.